hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A szemnek láthatatlan, de száz meg száz alapban érzékelhető. Az eltűnő időben is ott van ő. Ezt énekli Ákos, és biológiai ismereteinket felidézve ez a szám akár a koronavírusról is szólhatna, hiszen több változata is van ennek a koronás kórokozónak. De nem, ő valaki másról szól és énekel, és én is róla szeretnék most beszélni. Róla, aki a szemnek láthatatlan, mégis érzékelhető. Furcsa érzés most belebeszélni egy mikrofonba, közvetíteni Isten üzenetét úgy, hogy nem láthatlak titeket a folyosón beszélgetni, vitatkozni, nevetni, izgulni, hallgatni, énekelni, és imádkozni, és szervezkedni, cselekedni. Azt hiszem, hogy tanár és diák ebben az időszakban jött rá arra, mennyire fontos a személyes találkozás a tanítás rendjén, de a barátságok, az emberi kapcsolatok rendjén is. Látni azt, akihez szólni akarok, akit tanítani szeretnék, akinek el szeretném mondani, hogy Isten mennyire szereti őt, akivel együtt sírhatok, akivel együtt nevethetek, akivel együtt szórakozhatok, akivel együtt hallgathatok, akinek átérezhetem bizonytalanságát, boldogságát, magabiztosságát, akit láthatok akkor, ha tudja a válaszokat a kérdéseimre, és jól felel. És akiről tudom azt is, hogy most szavai mögött nincs tudás és ismeret, csak mellé beszél, hantázik, hogy láthatom és tudhatom, hogy ki ő valójában. Ez a személyes találkozás ereje, és ettől fosztott meg minket egy szemnek láthatatlan vírus. Vannak, és lesznek, akik kételkednek létezésében, bizonytalankodva, tiltakozva, halkan vagy hangosan összeesküvés elméleteket gyártva, és vannak, és lesznek, akik elhiszik létezését. Istennel kapcsolatban is ezeket tapasztalhatjuk. De hát nem formálhatja az életedet az, amiben, akiben nem hiszel? Milyen különös. Most éppen egy láthatatlan vírus volt képes átformálni életünket. A hitről szól ez az ige is, amit választottam. Higgyétek el, hinnetek kell, nem a vírusban, hanem Istenben. Adjatok magatoknak esélyt és időt, hogy megismerhessétek őt. Nem mondjátok azt, hogy ismerem már jól, hallottam elég áhítatot. Elég volt. Mindent tudok róla. Azt tudod, hogy ő félt és remél, és meghív, hogy lásd a láthatatlan Isten Krisztusban láthatóvá lett cselekvő szeretetét. Hogy tudd, rá mindig számíthat. Hogy tudd, ő ismer téged, hogy számára nem vagy közömbös és idegen, és azt szeretné, ha ő sem lenne a te számodra, hanem inkább ismerős, barát, mondhatni családtag, aki otthon van nálad és benned, aki örül annak, hogy van hangod, van imád, éneked az ő számára, hogy az ő segítségével juthatsz előre, hogy ő meg akar áldani az úton, amelyre most elindulsz, és a jutalom ebben az, hogy ott megy veled együtt Isten is, akire rábízhatod az életed, a bűnöket, a titkokat, az örömöt és az álmot. Aki kapukat tár, akinek országa vár, ha a szívedet te is kitárod, és elhiszed a láthatatlan Isten Krisztusban számodra megjelent látható szeretetét. Hogy a legmostohább időkben, amikor úszol a sikerben, vagy magad alatt vagy, szólhass hozzá. Talán éppen így. Uram, a te szemed mindent lát,
a legapróbb hibát, és még a legkisebb jót is. Szavam meghallod talán, mielőtt kimondanám, nálad már kész a diagnózis. Kérlek add, hogy ritkán bukjam el, hogy karod felemeljen a saját hibámból. És mert kertedben vágyik mind, aki él, és mindenki kér, mindenki vár egy szebb világra, amiről úgy tudja, neki is jár. De a csendre csak is a csend válaszol, ha néma a fohász. És a dal a torkomra, ha forr, ha a némaság pokol, akkor te beszélj értem. Ha az út végére elér, add, hogy ott is te legyél, ahol nem számít az értem. Ha a szenvedést rosszul viselem, inkább vedd el az eszem, csak ne érjen szégyen. Mert kertedben vágyik mindenki él, és mindenki kér, mindenki vár egy szebb világra, amiről úgy tudja, neki is jár. De a csendre csak is a csend válaszol, ha néma a fohász, néma a fohász. Amen.